Ünnepélyes díjátadással kezdődött a képviselőtestület mai ülése. A közügyekért végzett kiemelkedő munkát jutalmazó dr. Papp Zoltán emlékgyűrűt Rékasi Éva, a 60 önkormányzat gazdálkodási irodájának számviteli, vagyonnyilvántartási és kezelési osztályvezetője kapta. A kitüntetett a kollégái nevében is megköszönte a díjat, kiemelve a munkáját segítő csapat teljesítményét és családja támogatását is. Újabb feltételes közbeszerzési eljárásokról döntött a képviselőtestület a régi cukorgyár területén lévő malom felújításával kapcsolatban, amelyet 800 millió forint értékű pályázati forrásból valósítanak meg. Az előkészületekre azért volt szükség, hogy a pozitív elbírálást követően azonnal megkezdődhessen a munka, hangsúlyozta Horváth Rihárd polgármester. Ez a projekt egy 800 milliós összértékű projekt, amely 100%-os intenzitású. Itt azért, hogy minél gyorsabban tudjunk reagálni, és minél gyorsabban haladjunk előre, hiszen ennek a projektnek a befejezési határideje is igencsak kötött, mert ebben az EU ciklusban kell elszámolni, ezért újabb és újabb feltételes közbeszerzéseket indítunk el, amely akkor fog élesre váltani, amikor a pályázat pozitív elbírálást kapott. Ha pozitív elbírálást kapott, akkor a feltételes közbeszerzések élesre váltanak, és gyakorlatilag azok a döntések, amelyeket a közbeszerzésekben meghoztunk, azok egyből élnek, és indulhat a beruházás. A malom felújítása is része a 60-i vezetés hosszabb távú tervének, amely egységes városképet igyekszik kialakítani, megőrizve, illetve felújítva a régi patinás épületeket. A polgármester ezt azért is tartja fontosnak, mert álláspontja szerint a 60-iak akkor lehetnek igazán büszkék városukra, ha meg tudják őrizni múltjukat, és meg is tudják mutatni az ide látogatóknak. Horváth Rihárd beszámolt a városi úszoda szolgáltatásait érintő változásokról is, amelyekről szintén döntött a testület. Nagyon fontos számunkra, a városvezetés számára az, hogy ha már vannak intézményeink, azokat a gyerekek megfelelő módon tudják használni. És ennek egyik eleme az, hogy az úszodában a gyerekek úszásoktatásban részesülnek, és ennek az anyagi hátterét azt az önkormányzat biztosítja minden 60-i fenntartású intézményben, illetve egy külön megállapodás révén a római katolikus általános iskolának is. A közterületek karbantartására vonatkozó közszolgáltatási szerződést megszüntette az önkormányzat a 60-i Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú ZRT-vel. A jövőben saját költségvetési szerve a 60-i Városgondnokság látja el a feladatokat. Horváth Rihárd polgármester a döntés hátteréről elmondta, a hatékony gazdálkodás érdekében a hivatal szakemberei áttekintették a szerződésben rögzített feladatellátás jelenlegi költségeit, illetve számításokat végeztek a jövő évre vonatkozóan. Létrehoztunk a mai képviselőtestületi döntéssel egy költségvetési szervet, amelynek az egyik feladata az pontosan a zöld területek karbantartása. És ami a lényeg benne, vagy ami forintban is kifejezhető, így gyakorlatilag a bérekre jutó közterheknek az áfáját meg tudjuk spórolni, és így mintegy közel 20 millió forintos megtakarítást tudunk elérni a költségvetésben. 9 újszülött életkezdési támogatásáról is döntöttek a képviselők, mint ismert az önkormányzat a beérkező igénylések alapján egyszeri 40 ezer forint támogatást, úgynevezett babakötvényt ad a 60-i családoknak. Ezúttal az október 15-től december 1-ig nyújtott kérelmekről határozott a testület. A babakötvény az mindig nagyon, nagyon jó dolog és nagyon fontos dolog, hiszen 60-i babákat támogatunk. Én úgy gondolom, hogy ez, mikor majd az a baba 18 éves lesz, ez nagyon nagy segítség lesz a családnak. Pláne akkor, hogyha a család is megfelelően gondozza és gondoskodik erről a kötvényről. Nagyon nagy öröm. Tehát minél többet adunk át a városvezetésnek, ez annál nagyobb öröm. Elfogadták a képviselők a helyi buszközlekedés díjváltoztatását. Jövőre a vonaljegy 5 forinttal lesz drágább, 245-ről 250 forintra emelkedik az ára. Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat megállapodásokat köt több intézménnyel a közfoglalkoztatással kapcsolatban. A polgármester kiemelte, hogy a közmunka 60-ban mindenképpen sikertörténet, hiszen hasznos tevékenységért, segély helyett munkabért kapnak azok az emberek, akiket ezzel sikerül visszavezetni a munkavilágába.